Prémium, közép vagy alsó kategóriás autók? Olcsóbb vagy drágább, benzines vagy dízel? Millió kérdés és sok színűség. Mindenki a saját ízlésének, kényelmének, pénztárcájának megfelelően, valamint stílusában hozzáillő járműből válogathat. A témával kapcsolatban Pataki István, a Tamási Autókereskedés tulajdonosa tájékoztatott. Annyira rabszódikussá vált ez az egész, tehát nagyon-nagyon kiszámíthatatlanná vált, hogy tulajdonképpen néha-néha el is kell gondolkodnunk azon, hogy vajon milyen autókat értékesítsünk, és hogy milyen autók kerüljenek piacra. Nekünk jelen pillanatban egészen az alsó kategóriától, úgymond a legolcsóbb autóktól van a legfelső kategóriás autóig szinte mindenünk a palettánkon. Az autóvásárlás legfőbb szempontja első körben mindenki számára a vételár. Általában mindenki ugyanúgy ilyen 250-350, most már azért elrugaszkodtak, és most már 500 ezer forintot is szeretnének adni egy-egy ilyen autóért, amit a napi életben használnak, éppen iskolába, óvodába vinni a gyereket, boltba járni, és ez kisköpcentés benzines kocsikat keresnek többnyire. Ezekből nagyon kevés van. És ezekből nagyon-nagyon keveset tudunk adni. Néha-néha előfordul olyan minőségi autó, de sajnos az autók jelentős része ebben a kategóriában minőségét tekintve nagyon-nagyon rosszak. És ezt mi sajnos nem tudjuk felvállalni. Ahogyan nő az infláció, vele együtt növekszik az eladni kívánt személygépkocsik ára is. Legyen szó használt, vagy éppen új autóról. Ennek növekedése nagyjából 10-15%-ot jelent a használt gépjármű esetében. Azonban kivételt képeznek ez alól a magánszemélyek, akik eladni kívánják használt járművüket. A használt autó piac a nagyon sok ilyen magáneladó miatt tulajdonképpen, akiknek ha szükségük van pénzre, illetve az autójuk eladására, szeretnék, akkor bizony az értékénél 20-30%-kal kevesebbért is hajlandók odaadni az autót. 90%-ban importtal hozzák be a személyautókat, amikben átlagosan 200-250 ezer kilométer van. Az eladás ilyen esetekben nehezebb. Nagyon érzékenyek vagyunk, tehát itt nagyon Magyarországon mindenki nagyon érzékeny a kilométer futás teljesítményre, és én azt gondolom viszont, hogy ha a minőségben az autó, a karbantartása és minden előzménye tulajdonképpen rendben volt, akkor az autó is tökéletesen meg tud felelni, akár évekig használható lesz az emberek számára. A tudatos vásárlók különböző megfontolás alapján döntik el, melyik típusú gépjárműre teszik le a voksukat. Vannak, akiknek a színválasztás is egy fontos szempont. A legkeresettebb évjáratok közé a 2007 és 2010 közötti autók esnek árfekvésük miatt. Az elektromos autó jövője még egy minimálisan várat magára. Sokan félnek a használatától, azonban ezzel ellentétben a hibrid autókra egyre nagyobb a kereslet.